10-12 ezer embert mozgat meg ez a rendezvény. A dunántúli református egyházkerület püspöke szerint új módszerekre van szüksége ahhoz, hogy az egyház közelebb kerülhessen a társadalomhoz. Mint Steinbach József mondja, az emberek ma már nem úgy kiáltanak, mint évtizedekkel ezelőtt. A megváltozott segélykéréseket ennek ellenére kötelességük meghallani. A fesztivál lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki utat találjon a keresztény közösség felé. Próbáljuk az emberek életét megfűszerezni, tartalmat, örömet adni, reményt adni az emberek életének, tehát túllépni önmagunkon és nyitni az emberek felé. A fesztiválon az istentiszteletek mellett előadásokra, könnyű és komoly zenei koncertekre, fórumokra, kiállításokra és könyvbemutatókra várják az érdeklődőket, de gyermek és ifjúsági programok is színesítik a háromnapos rendezvény kínálatát. Gyerekekre gondoltunk, a Vörös Marti iskola, ami nagyon jó, hogy rendelkezésünkre állhat, az sok termével, udvarával színes kavalkádot biztosít majd, és miután ez egy lezárt terület, ezért a szülőket bátorítjuk, hogy nyugodtan oda úgymond leadhatják a gyermekeiket, ott felelős emberek, pedagógusok fognak rájuk vigyázni. Sokféle fesztivált szerveznek városunkban, ehhez hasonló azonban még nem szerepelt a programpaletten, ezért is döntött úgy Székesfehérvár önkormányzata, hogy támogatja a rend megvalósítását. A rendezvényen mintegy 10 000 vendégre számítanak a szervezők, az alpolgármester abban bízik, hogy a látogatók nem csak ezen a nyáron, hanem máskor is szívesen töltik szabad idejüket a Királyok városában. Nagyon sokan el fognak jönni, abban is bízom, hogy nagyon sokan majd jövőre az emlékév során visszatérnek Fehérvárra. Színes Fehérváron a rendezvény paletta, de ilyen jellegű és ilyen nagyságrendű és a legjobb értelemben vett közszolgálati fesztivál még nem volt Fehérváron. A dunántúli református egyházi napokra június 29-e és július 1-e között várják a látogatókat. A fesztivál fő helyszíne a Bregyóközi Sportcentrum és a Vörös Marti iskola lesz. A programokon belépődíj nélkül vehetnek részt az érdeklődők, de regisztrációra szükség van. Ezt a hónap végéig 500 forintos áron lehet megtenni a református közösségeknél és a fesztivál honlapján.